Kék hullazsákkal takarnak be egy holttestet Manilában. A Fülöp-szigetek fővárosában mindennaposak a gyilkosságok. Retorziótól nem kell tartani. Bárki megölhet bárkit, akiről azt gyanítja, hogy drogkereskedő vagy kábítószerfüggő. Rodrigo Duterte, az ország elnöke adott erre engedélyt. Megválasztása óta több ezer embert, köztük gyerekeket öltek meg bírósági ítélet nélkül az országban önjelölt halálbrigádok. Az elnök korábban Hitlerhez hasonlította magát, és azzal is henceget, hogy saját kezűleg is ölt már embert. A hét elején Szijjártó Pétert fogadta, az uniós országok külügyminiszterei közül elsőként. Megegyeztek, hogy Magyarország újra nyitja nagykövetségét az országban, és gazdasági megállapodásokat is kötöttek. Az emberi jogok helyzete nem került szóba. A miniszter most azt mondta a híradónak, a látogatása nem véleménynyilvánítás volt. Az, hogy én találkoztam a Fülöp-szigetek elnökével, az semmilyen módon nem jelent egy állásfoglalást az adott ország, így most a Fülöp-szigetek belpolitikájáról. Azt is mondta, hogy magánemberként van véleménye arról, ami az országban történik, de nem árulja el, mi az. Magánemberként nagyon sarkos véleményem van, és azt megtartom magamnak, mint magánember, és szívesen el is mondom, de ön itt velem nem egy magánemberként készít interjút, hanem egy külügyminiszterként, akinek azért kellett odautaznia, hogy Magyarország érdekeit érvényesítse. Én ezt is tettem. A demokratikus koalíció szerint nincs az a gazdasági haszon, ami megérne egy ilyen találkozót. Szijjártó Péter magyar külügyminiszter egy olyan véreskezű diktátorral pacsizott a Fülöp-szigeteken, aki saját maga is bevallja, hogy önkezével már több alkalommal embert ölt. A DK kritikája a miniszterhez nem jutott el. Szijjártó Péter arra is hivatkozott, hogy Dutertével nem csak ő, hanem más országok külügyminiszterei is találkoztak. Ugyanakkor vele ellentétben voltak, akik az egyeztetések után élesen bírálták a Fülöp-szigeteki elnököt, amiért semmibe veszi az emberi jogokat az országban. Az ausztrál külügyminiszter Julie Bishop azt mondta, felhívta Duterte figyelmét arra, hogy Ausztrália és a nemzetközi közösség aggódik a bírósági ítéletek nélküli gyilkosságok miatt. A norvég külügyminiszter pedig úgy nyilatkozott, idézem, ha valakit megpróbálsz rávenni arra, hogy megváltozzon, akkor muszáj beszélned vele.